Nagy öröm számomra, hogy megértük a 20 évet. 1999-ben jöttek hozzánk, hogy kössünk együttműködési megállapodást, és segítenék az itteni fiataloknak, akik itthon maradtak, a tudásának a fejlesztését. Megállapodtunk, és elindult a képzés, ami alapjába véve egy 6-8 fél éves képzést jelent. A mi esetünkben ez kurzusként jelenik meg, és Magyarországon pedig, aki jól csinálja a dolgát, a végén elmehet és lehet levizsgázhat és kap érte állami oklevelet. De azt gondolom, egy kertésznek leginkább a tudásra van szüksége, és ez egy olyan sajátos tudástranszfer, ahol egyrészt inspirálja a kárpátaljaiukat is, mert a diákok, akik itt tanultak, azok már a saját gazdaságukba tudják ezt alkalmazni, az intenzív növénytermesztést, mert minden éven több alkalommal mennek Magyarországra megnézni, hogy Magyarországon hogyan zajlik. A másik szempontból ez összehozta Kárpátalján a kertészettel foglalkozó értelmiséget, azokat, akik egyetemi vagy fokozattal rendelkeznek, és ez egy közösséget formált, akik immár az itthoni körülményeket ismerve, itthoni fejjel gondolkodnak azon, hogy hogyan lehetne ezt fejleszteni és továbbvinni. Emellett kialakultak Kárpátalján olyan gyakorló telepek, akik átvették a magyarországi külföldi innovatív mintákat, és most már rendelkezünk egy olyan hálózattal, ahova a diákoknak megmutathatjuk, hogy lám-lám, itthon is lehet valamit kezdeni. Például a borászok közül sokan áttértek az új borászati technológiákra, meghonosodott náluk, vagy a kertészeknél is a fólia sátrakon belül a modern technológia. És kialakult egy rendszer, és ez a rendszer ez segíti, hogy Kárpátalján a növénytermesztés, a kertészmérnöki képzés révén tudjuk megmaradni, hiszen tudjuk, hogy állami vállalatok nem igazán működnek, jövedelem nincs, és úgy vagyunk, mint Münchhausen báró. Meg kell találni a fejünkön azt az egy szál kopasz fejünkön, egy szál hajat, amivel kihúzzuk magunkat a problémákból, és ez nem más, mint a háztáji gazdaság, a farmer gazdaság, a falusi vendéglátás, és mindaz, ami ehhez kapcsolódik, a turizmust kiszolgáló ipar, hiszen minden turista szeretne jót, finomat, egészségeseket enni, ehhez viszont azt meg kell termelni. Ez szolgálja 20 éve a kertészmérnöki képzés. Ön is említette, és ugye mi is ismerünk nagyon sok olyan gazdát, borászatot, pincészetet, amelyeknek a megalapítói itt végeztek. Tekintettünk úgy erre a képzésre, hogy a kárpátaljai agráriumnak az alappillére? Igen, hogyne, hát több olyan van, például a Parászka fiúk, akik közül az egyik valóban ezt a képzést végezte el, a másik fiú pedig matematikát végzett, de most ő az intézménynek, vagyis a családi vállalkozásnak a menedzsere, vagy Benébe, ahova holnap el fognak menni, de van Dobronyban, meg van Somba olyan fiatalember, aki immár parlagon lévő földeket felfogott, és most már foglalkozik gyümölcsészettel, meg méhészettel is. Én ezt nagyon fontosnak tartom, és ezek a fiatalok, mivel a földhöz kötve vannak, ők nem ugrálhatnak havonta külföldre, ők itthon maradnak, és ők azok, akik őrzik Kárpátalját.